5 évente rendezi meg jubileumig államűsorát a Nyírségtánc Együttes. A 45 éve alakult és azóta folyamatosan működő együttes műsora idén az Akármerre visz az utad címet kapta. Ezzel is azt akarták üzenni, hogy Nyíregyháza és a Nyírség mindig is központi helyet foglalt el a magyar néptánc és kultúra világában. A nyíregyházi kulturális élet egyik ikonja a Nyírség Néptánc Együttes, egyrészt igaz olyan 45 év, másrészt amit csináltak a 45 év alatt, amit most is csinálnak. Ugye városi rendezvényeken részt vesznek, képviselik városunkat hazai, nemzetközi fesztiválokon, illetve hát itt a Nyírség Néptánc Fesztivál főszervezői. Ez a fesztivál tette lehetővé, hogy a legmagasabb nemzetközi minősítés díját 3 évre megkapják. A CIOF, vagyis a Folklor Fesztiválok Nemzetközi Szövetségének tanúsítványát azok a táncfesztiválok nyerhetik el, amelyek megfelelnek egy UNESCO által felállított követelményrendszernek. Ez azt jelenti, hogy a 2 év múlva sorra kerülő fesztiválra már nagy biztonsággal és könnyen tudunk hívni együtteseket, hiszen a lényege az, hogy pontosan tudja egy együttes, hogyha eljön egy országba, akár egy kisebb településre is, tehát hogy nem a fővárosba hívjuk, hanem Nyíregyházára, akkor ott ugyanazokat a feltételeket fogja megkapni, mint hogyha Isztambulba menne, vagy Bangkokba, vagy Budapestre, vagy más olyan helyekre, ahol nagy CIOF fesztiválok vannak. Az együttes a fesztivál szervezés mellett nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre is. A közel 300 fellépőnek az egyharmadát ők teszik majd ki a gálán, egy 20 perces önálló blokk keretében. Most 4 utánpótlás csoport is kapcsolódik a Nyírség Táncegyütteshez. A legkisebb az Ispilánk Táncegyüttes, de létezik természetesen, mint régen, Margaréta Táncegyüttes is, Lókötő Táncegyüttes, illetve Topogó Táncegyüttes néven a 4 együttes. Mindannyian színpadra lépnek, mint egy 100 gyermek most a 45 éves jubileumig államűsoron, és egy nagy közös produkcióval készülnek. Mindenki el fogja táncolni most a kedvenc koreográfiáját, illetve annak egy részletét, és az egész kis közös műsorunkat pedig egy közös nagy ugrossal fogjuk majd befejezni. A szervezők az előzetes érdeklődések alapján teltházra számítanak november 30-án este 6 órától a Continental Arénában. Akinek pedig nem marad hely, azok az együttes YouTube csatornáján élőben is követhetik majd az eseményeket.